Ha indulni kéne már, és talán még fel se volnál öltözve, de tudnád, hogy a bárka vár. Elvinném a várost, az utcát, ahol járok, és kellene a ház, az ablak, ahol állsz, és nem kellene más. Elvinnélek téged, az asztalt meg a széket, és kellene az ágy, a kertünkből a fák, és nem kellene más. Elvinném a nyarakat, a teleket, és elvinném a tavat meg a hegyet. Elvinném a gyerekeket, öregeket, nem kellene semmi más. Elvinném az utakat, a tereket, és elvinném a vihart meg a szelet. Kedves nézőink, ez egy nagyon jó kérdés. Itt vénénk a bárkára. Kovács Krisztát köszöntöm, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Színművész, énekes, előadó művész. Nem tudom, tudja-e, hogy ugye, most nemrég ért véget a zsidó, tehát most kezdődött a zsidó új év, nem olyan rég, és ugye ez azzal is járt, hogy itt az ünnepek után befejeződött a tóraolvasás, és utána újból elkezdtük. És pont múlt héten került sor Noach heti szakaszának a felolvasására. És nekem nagyon érdekes volt ez a heti szakasz, és Noé személy is nagyon érdekes, mert ugye itt van egy ember, aki 120 éven át építget egy bárkát, mert neki ugye az a dolga, és neki az a fontos, hogy mindenki, aki fontos, fölkerüljön ugye erre a bárkára. Igen. A dalon túl mit vinne föl a bárkára? Vagy a dalszövegen túl, hát bocsánat. Hát a dalszövegben is pontosan az van benne, hogy minden fontosat vinnék magammal. Ugye ez egy, Wolf Péter írta a zenét, Fábri Péter a szöveget, és ez a Biblia Show című albumom, ami hát a pandémia miatt ez tavaly éppen hogy megjelent, de már bemutatni nem tudtuk, úgyhogy kétszer is elmaradt a koncert, de remélem most meg fogjuk tudni tartani a lemezbemutató koncertet december 9-én végre a MOM kulturális központban, a kupolateremben. És hát ez az egyik dal, hogy mit vinnék magunkkal a bárkára, és szerintem itt azért benne van a szövegben, hogy hát az összes fontosat, ami hát fontos nekem a város, fontosak az emberek, akiket szeretek, fontosak a barátaim, fontos a családom, de fontos a fa, fontos a levegő, tulajdonképpen mindent. Mondjuk jó, itt Budapestről tulajdonképpen mindent. Szeretem ezt a város, szeretek itt élni. Itten múlt hét pénteken, én minden pénteken az egyik műsorban, amivel az enne, vagy Peel Pool, az aktuális heti szakaszról beszélgetek Kardos Péter főrabival, és hát azt mondtam neki, hogy hát
a legjobb dolgok közé tartozott, amit Noé fölvitt a bárkára, az a macska volt. Mindeket elképesztő macska bolondok vagyunk. De azt is szeretném megtudni, hogy a Bibliát így megénekelni, az mennyire, most nagyon sarkítatott, ilyen ördögtől való elrugaszkodás. Hát én egyrészt nem nekem gondolom. Nagyon tetszik, tehát férjét és legkülönbséget leszögezem, nekem nagyon tetszik, én minden ilyenre kapható vagyok. Egyrészt szerintem biztos, hogy nem ördögtől való, hiszen a Biblia egy szent könyv, és azt terjeszteni és annak a gondolatait újrafogalmazni, úgy gondolom, hogy az jót tesz annak, hogy többen esetleg a Bibliához forduljanak, de a Biblia annyira alapvető kultúrkincsünk, és annyi minden kulturális alkotásnak volt a forrása a Biblia, hogy ezeket nem árt néha újra elővenni. És azt gondolom, hogy mit vinnénk magunkkal a bárkára, hogy ez az egész Noé történet, ez is hozzátartozik a mindennapjainkhoz. De hát vannak itt, most csak a címeket nézem, hogy mindennek ideje van. Hát ez a mondás is, azt gondolom, hogy teljesen benne van az életünkben. De hát van itt dal az hűségről, van itt dal arról, hogy a gyilkos vágy, mit jelent egy szerelmi gyilkos vágy. Hát itt most ez Salamon története, de ezek a dalok, tehát ezek nem egy az egyben mondják el a bibliai történetet, hanem abból kiindul, és amit nekünk mond ma, hiszen ezeket a kérdéseket vetjük fel, és ezekkel foglalkozunk nap mint nap, vagy ilyen, hogy az vesse rá az első követ. Ez mondjuk az Új Szövetség. Ugye a dal 16 dal ebből, azt hiszem 10 van az Ószövetség, 6 az Új Szövetség témáiból, és hát tulajdonképpen azért is lett a címe, ez egy kicsit provokatív címe, ez a Biblia show. Hát hogy jön a show, meg a Biblia, de én ezt így magyarázom magamnak, amikor én úgy értem ezt, hogy egy showban ugye vannak ezek a spotlámpák, és megvilágosítanak, vagy oda viszik a fényt, hol erre, hol arra. Egy bizonyos pontot kiemelnek. Kiemelnek, és itt is, mivel a Biblia egy végtelen tárháza a témáknak és a csodálatos történeteknek, tanulságos történeteknek, érzelmeknek, gondolatoknak, itt az, hogy show, hát itt a mi kis spotlámpánk kiemelt egy-kettőt, és rávilágít arra, hiszen nem lehet az összeset megénekelni. De ezek, amiket választottunk, úgy gondolom, hogy hát ezek mind olyanok, hogy van ezen mit tovább gondolni. De még, hogy tovább bonyolítsam, vagy tovább nehezítsem ezt a bibliai témát, hogy nem is akármilyen a hangszerelés, mert egy barokk trió kísér. Az azt jelenti, hogy csembaló, cselló, hegedű, ez a barokk trió. Hát név szerint csembaló ez a lányom, Fábri Flóra, csembaló művész, Baranyai Piroska cselló és Köncs László hegedű, de mivel mind a hárman remekül énekelnek, én azt találtam ki, hogy a lemezen is, és majd a lemezben mutató koncerten is, ők fognak vokálozni, tehát ők énekelni is remekül énekelnek, ráadásul Köncs László ütőhangszeres is, és beatboxol is, tehát ez a szájdobolás. Hát ezekkel is egy kicsit még színesítjük és fel. Biblia és beatbox, ez nekem nagyon tetszik. Azért jó, amit mondott, mert tényleg azt gondolom, hogy nem eltávolítjuk az embereket a bibliai gondolatoktól ezekkel a dalokkal, hanem pont közelebb visszük őket hozzá, és ez hihetetlenül fontos. Igen, azt kell érezni a nézőknek is, meg akik hallgatják, vagy akik eljönnek, hogy tényleg, hát ezekkel foglalkozom, ezek az én gondolataim, tehát ez volt tulajdonképpen a cél. És a mindennapunk részévé tud így válni. Igen. Ami az is érdekes, még különösen, mert megint ma reggel az egyik interjú alanyom egy gyermekorvos volt, és beszéltünk többek között arról, hogy lehet a fiatalokat pozitív irányba befolyásolni a különböző, most éppen buliznak, isznak, dohányoznak, drogoznak, hogy ezekkel egy kis óvatosan kezeljék, és hogy például egy ilyen dallal egy fiatalabb korosztály esetleg reményeim szerint közelebb hozható
ahhoz, hogy föllapozzák a Bibliát, és lássák azt, hogy, hogy ez nem olyan különleges szöveg. Annyi tanulságot szöveg le lehet vonni ezekből a történetekből, ami mind jé, hát ez velem is megtörténik. Ugye? Úristen, és ez szörnyű. Vagy eddig kellettem, van egy ilyen dalunk, hogy amikor elhagyják, ez azt hiszem pont, ha jól emlékszem, ez Ruth története, vagy Hágár? Nem, Hágár. Hágár története. Ruth az más, igen. Igen, nem, Hágár története. Hát megszülte a gyereket, aztán már útba volt, mert hiszen nem ő volt az első feleség. Hozzátartozik, csak megkérdezik. Két hét múlva a következő, két hét múlva történt a heti szakaszban, pontosan majd erről lesz szó, erről a történetről. Hát igen, és ezt hányszor átéljük, hogy igen, már nem kellünk, hogy már ennyi volt, és tovább lép a másik, hiába tart az emberbe még a szerelem, ki lesz dobva, ki lesz rakva. Hát ezek aztán igazán átélhető és napi történetek, akár egy férfi éli át, akár egy nő, úgy gondolom. Úgyhogy én szeretettel várok mindenkit. Jó. A Zsidó Művészeti Napok rendezvényére december 9-én. Azt szeretném megtudni még, hogy volt egy előadás, azt hiszem a Bethlen téli színházban. Igen. Az Ungvári Krisztiánnal. Nem, az a Nyári Krisztián volt. Miért mondtam Ungvári Krisztián, a történész, én voltam a hülye. És mert most hirtelen ez mert ez a magyar flódni. Igen, a magyar flódni volt. Igen. Hogy annak milyen volt a fogadtatása, és azt nem szeretnék esetleg még többször. Hát dehogy nem, nagyon szívesen játszanánk természetesen, főleg az is egy... Én mondtam Ungvári Krisztián. Én hülye, tudom, na minden, bocsánat. Nyári Krisztiánnal csináltuk is a zenekarommal, és tulajdonképpen a magyar zsidó azért lett magyar flódni, mert hogy a zsidó és a magyar kultúra is úgy olvad össze szerintünk, ahogy a flódniban, ahogy megesszük, és a de finom, és úgy mind együtt vannak a rétegek. Hát itt is ezek a rétegek szerintem együtt vannak a magyar kultúrában is, és hát ez az előadásunk, ez erről szólt, és Krisztián pedig egy nagyon érdekesen és izgalmas részleteket választott ki a saját könyveiből, ami ehhez passzolt, ehhez a témához. És ez nagyon nem sokáig ment, de ment egy jó darabig. Ment, és tulajdonképpen semmiből nem áll, hogy ezt felújítsuk, és tulajdonképpen például a holokauszt emléknap környékén erre, pontosan ez jutott eszembe, mert hogy fontos arról beszélni, hogy akár ennek a lemeznek a kapcsolás, hogy mennyi minden köt össze minket, teljesen mindegy, hogy ki honnan jött, mennyi minden köt össze minket. Hát az a fontos szerintem, az a fontosabb, ami összeköt, és nem az, ami elválaszt. Talán ez ma még fontosabb elmondani. Persze, ha gonosz lennék, azt tudnám mondani, hogy a magyar flódni kapcsolatban, hogy a flódni nagyon-nagyon finom sütemény, összeér minden, de nagy mennyiségben tömény tud lenni. Hát, nem kell nagy mennyiséget enni. Pláne, mert nyilván hízlal, és azért... Az nem baj, az nem foglalkoztat. De az a lényege, hogy kis mennyiségben, de folyamatosan. Tehát az, hogy ezt a magyar zsidó kultúrát folyamatosan fogyasszuk, legyen szó a magyar flódniról, legyen szó erről a lemezről. Hát bibliasó, úgyhogy bibliasó, én várom. De ez is hozzátartozik a mindennapunkhoz, úgyhogy szerintem érdemes lesz meghallgatni, és remélem, hogy minden többen fogják meghallgatni. És hát mindennek ideje van, úgyhogy fejezzük talán be ebben a dallal a beszélgetést, és remélem itt van már az ideje, hogy ennek a koncertnek most már meg kell valósulni. Mert most már tényleg elég a pandémiából, és ne felejtsük el, mindennek ideje van. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy minket választottak ma. Ahogy szoktam volt mondogatni, ne kapcsolják el a televíziót, lesz még számtalan, érdekesebbnél érdekesebb műsor. Holnap reggel pedig Brauer Péter várja önöket. És mindennek ideje van, viszontlátásra. A születés, a meghalás, az emlékezés, mindennek ideje van. Az építés, a rombolás, a végső feledés, mindennek ideje van. Mert elsodor a szél, s a múltba fúj, veszteseket, győzteseket. A jutalom, a büntetés, az igazság, mindennek ideje lesz.
szél fúj, száll kavarog a por, rövid örömök, s betakar örök, kész, így van jó. Az ölelés, az elhagyás, a megérkezés, mindennek ideje van. Szeretet, a gyűlölet, a rémült remegés, mindennek ideje van. A sírás, nevetés, a nász, a gyász, nincs kérdés, ha nincs felelet. A szerelem, a remény és a szakítás, mindennek ideje lesz. Mindennek ideje van.